bejöttünk egy autós múzeumba, és hát kikészülök. Kikészülök, hogy mik vannak itt. Iszonyat. Iszonyat, még majd csinálok egy csomó képet. És hát nagyon durva. Nagyon a világ végéről vannak autók, meg ilyen. Hát ez mi? Ez mekkora gyönyörű. Na jó, van, csinálok még képet, vagy videót, nem tudom. Fából vaskarika, foküllős kerék, gyönyörű szép. Chevrolet. De ez a Cadillac, ez mindent visz. Első ülés. De a hátsó ülésnél meg annyi hely van, hogy egyszerűen retteled. Nagyon jó. És van, hogy 7 méter hosszú az autó. Chrysler. New Yorker. Ekkora nagy. Zsuzsi odaáll, hogy lássátok, hogy mekkora az Zsuzsi autó. Kövér. Na hát ekkora az autó. Irgalmatlan mérete van neki. Iszonyat. Persze itt a legtöbb autóról ott van tárca. Egy csöpök belőlük az olaj, de hát most na, bum. 100 000 éves tömítések azok engedik. És az ilyentől van a lányoknak. Mindenféle ingerenciájuk, ha a pasinak ilyen autója van. Úristen, de gyönyörű. És küllős kerék tárcsafék elől. Hát sajnos már dobfék hátul, de ezt elnézzük ennek az autónak. Hát ez nagyon gyönyörű. És most megérkeztünk itt a rally osztályra. És hát iszonyat. Iszonyat. Kis 500-as Fiat veretik neki. Aztán itt van a bort. Ilyen égő tárcsafékekkel. Semmi szilent, mindenütt gömcsukló. Irgalmatlan. Meg hát az a fajta szöges gumi, ami azért a mi kocsinkra már nem lenne jó. És itt van a beltér. Na, találtam egy motort az Astrába. Ott van pont Opel motor. Úgyhogy hát megkérdezem, hogy mennyibe kerül, az mehet bele az Astrába. Ennyi. Önindítót már nem kell cserélnem, mert úgy néz ki, hogy egész szép állapotban van. Az olaj nem folyik belőle. Ilyen egyszerű. Csak pikpak bele kell hajítani. Vannak itt ilyen összetörtés, erdőben hagyott példányok, ami már ropira rohadt. Van patika Golf. 1000 éves Volvo. Meg még egy Volvo. Ugye? Igen, Volvo. Hát van itt minden, ami szemszájnak ingere. Mercedes, ez valami Toyota lesz szerintem, alakból ítélve. A Triumph, bocs. Aztán Ford Escort, ez nagyon szép. Meg van itt egy Volvo 142.
Úristen, ez a Ford, ez nagyon gyönyörű. Ez nagyon esztétikus. Ez a szekér. Ezzel eljárkálnék dolgozni. És a fáradtságos nézelődés után eszünk egy kis lazaclevest, és utána meg sült lazacot krumplival és egy kis salival. És tovább folytatódik itt a sor mindenféle gépezettel. Vannak itt szinte fiatalok is, meg idősebbek. Ez is Audi R8 2007-ből, nagyon fiatal. És berakják egy 1927-es Buick mellé. Köpcenti Mercedes. Azért itt még tudtak motornak látszó motort csinálni. Itt egy újabb Chrysler. Ó, és ez is New Yorker. Csak 63-as. Bogárból kismillió, minden egyes múzeumban. Még egy Chrysler. Úristen, ez a Lincoln. Jézusom, ez nagyon beteg. Ez nagyon ott van a toppon. Még egy Lincoln. Egy Cadillac. Igen. 50-es évek ezek, 49-es ez is. Challenger. köbcenti, 400 lóerő. Jézusom, lenne egy ilyenem. Hát benne aludnék. Ford. Itt a Mercedes 560 SL, nem, 500 SL. Elnöki autó. És mi van itt? Jaj, de cuki! És még ott van rajta még a mentő is. Hát ez nagyon jó. Amúgy egy némelyik autó kifejezetten nincs jó állapotban, de hál' Istennek behozzák ide is. És újra. Majd újra lehet őket restaurálni. Mert itt nem romlik tovább az állapotuk. Mivel az ilyen helyeken vigyáznak a páratartalomra. Hogy ne tudjon tovább korrodálni a vas. Itt direkt ilyen betegre szárítják a levegőt, ilyen nagyon-nagyon. Ez a Ford, ez aranyos. És mindössze csak 4 hengeres. Oh, itt a Jaguar, de gyönyörű. Meg itt is egy Jaguar. 1957-ből. És egy gyönyörű szép motornak látszó motor. Lotus. 1983-ból. Robert. 1983-ból. Bentley. Ez nagyon tetszik.
Ez a Jensen, vagy mi a nyomajának hívják. 1971-ből. És ez is szép motor. Rolls-Royce 72-ből. 71-ből Jaguar Daimler. 1967 Jaguar. Cuki kis MG. Bentley 6002 V8. 1962-ből. Azért ott van a toppon. Nincs olajpára, meg ilyesmi. Austin. És egy MG. És itt véget is ért a munka mára. Zárul Pityu mókatára. Ennyi. Ennyi volt a múzeumban, megnéztük. Szép volt, jó volt. Vasárnapi kirándulás. És megyünk. Megyünk haza. Meg kávézni, meg ilyesmi. És itt még itt egy rács mögött még találtam valamit. Ez mi? Nem tudom. Itt van még egy rendőrségi autó. És egy 300 SL. Szerbusztok!